egy veszélyes vidék. Nincs időnk cseverészni. Ugorjunk fejest a 2023-as előszezonba. Ezt a reakciót már nem lehet megfékezni. Újra itt a vegytech sárkány, ami sokat változott tavaly óta. Megölése kitartást, gyógyítást és pajzsot ad. A vegytech lélek alacsony életerőnél bónussebzést és sebzéscsökkentést okoz. Ha a sárkány dominál, a dzsungelbeli növények mutálódnak. Új képességeik és hatásaik lesznek. A mézvirág lassítás nélkül ad pajzsot. Az hosonóvirág mozgási sebességet ad, és a felfedett őrszemek életereje egy lesz. A gránátdoboz pedig robbanékonyabb. De nem csak genetikailag módosított növények várnak az új szezonban. Az erdei kirándulás csodás, ha van veled más. Micsoda rím. A dzsungeltárgyak helyét új kísérők veszik át, amelyek fejlődnek a meccs során és egyedi erősítéseket adnak. Magától termelődő vagy szörnyek megölésével gyorsabban megszerezhető jutalomfalatokkal fejlesztheted őket. De nem csak állati szövetségesek várnak az ösvényeken. Megjelenik a javasolt dzsungelbeli útvonal az első tisztogatáskor. Ez tökéletes az újonc dzsungelharcosok számára. Az útvonal a hőstől függően eltérő, és a játékosok adatai alapján változik frissítéskor. Az új barátcentrikus frissítésekkel kiérdemeltük a League of Friendship nevet, és ez nem vita tárgya. Jelentős változásokkal könnyítjük meg a csapaton belüli kommunikációt. A ping tárcsán újdonság a várj, előre nyomulás, csali és mindent bele. A rálátás tárcsán pedig a rálátás megszűnt és a rálátás szükséges. Ráadásul képernyőn kívüli ping mutatókat is hozzáadtunk a térkép könnyebb áttekintéséhez. Bevezetjük a feladatszavazási rendszert, hogy könnyebben dönthessetek, belevágtok-e egy nagyobb akcióba. És reméljük, a felső ösvényesek baron elleni szólója így már a múlté. Kezdhetsz spórolni a boltokba érkező új és megújult tárgyakra. Új, felső ösvényeseknek és tankoknak szánt mítikus tárgyakkal bővül a kínálat. És a legfontosabb, visszatér a korok pálcája. Ez a frissítés. Középső ösvényesek, örvendjetek! Jó, tudom, elmondom a többit is. A mítikus tárgyak sorát új, szívós tankerősítő tárgyak gyarapítják. A visszatérő és frissített tárgyak között találjuk a korok pálcáját és a Shojin láncsáját. A részleteket a frissítési jegyzetekben találjátok. Ez nem közérdekű közlemény. Készülj az új szezonra, és ismerd meg a 12-22-es frissítéssel érkező változásokat. Hát, ha erősítik az istennő könycsepjét.